Ha minden a tervek szerint halad, az Ady Endre utcai óvoda helyén egy autista központ fog működni. Az épületet át kell majd alakítani. A munkálatok idén kezdődnek, mondta Fodor Gábor az országos konferencia utáni sajtótájékoztatón. Ennek a költségeit viszont a tankerület a saját költségvetéséből próbálja megvalósítani. A kettő költségvetés együtt eléri a 60 millió forintot, és talán még több is lesz, majd meglátjuk, hogyha elkezdenek a tervek elkészülni. Most úgy látjuk, hogy ebből a néhány épületből, udvarból egy olyan fejlesztő központot tudunk létrehozni, amely lehet, hogy még a munkáját is kitágíthatja, adott esetben is tudunk ott képzéseket helyet adni. De beszélt arról is, hogy bizonyos elmaradások miatt az eddig két szakértői bizottság mellé szükség van egy harmadikra is. Ennek a bizottságnak a 6. kerületben lesz a központja. Egy önkazat ingatlant kaptunk használatba, és ennek a felújítása ez teljes mértékben a Klébezve központ költségéből fog megvalósulni. Erre kaptunk komoly ígéretet és támogatást, amit ezúton is köszönünk. És ennek a nagyságrendje 30-40 millió forint, amiben azt jelenti, hogy utána 10 vizsgálószoba, tárgyaló iroda fog felépülni. Az új szakértői bizottságnak köszönhetően nagy teher fog majd lekerülni a ceglédi és egy másik budapesti bizottságról is. Valamint így megszűnhet a várólista, és minden gyermek időben megkaphatja számára szükséges fejlesztéseket. A sajtótájékoztatón részt vett a Klebelsberg központ elnök helyettese is, aki a szakember hiányról beszélt. A kormányzat ugye az idejében 3,8 milliárdot, a következőben 1,9 plusz, ehhez a 3,8 milliárdhoz képest 1,9 milliárdot fordít arra, hogy minél több szakembert lehessen bevonni a szakszolgálatokba, illetve a gyógypedagógusi körbe, de érinti ezt az iskolákban lévő fejlesztő pedagógust és pszichológusokat is természetesen. A 3,8 és 1,9 milliárd számításunk szerint 1200 szakember felvételit biztosíthatná. A meghirdetett álláshelyek száma eléri az 1250-et, melynek nagyjából az egynegyedét sikerült betölteni, ami az elmúlt évekhez képest komoly státuszemelkedést jelent, hangsúlyozta az elnök helyettes.